képviselőtestület első napirendi pontjaként a város költségvetésének 9 hónapos megvalósítását vitatták meg. Szabadka polgári mozgalmának képviselői nehezményezték a bevételek és kiadások alacsony megvalósítását. Szerintük a választások miatt túlzott számokkal terveztek a városvezetők. Valahol most fizetjük meg annak a fajta hozzáállásnak az árát, hogy a köztársaság részéről érkező pénzeszög, a 100 eurós adomány, ami ugye az emberek körében szétosztottak közvetlenül a választások előtt, most kerül oda, hogy lassan apránként, de megvonásban részesül új a városi önkormányzat, illetve a tartomány is. Idén szeptemberig 4,7 milliárd dinár bevételt valósított meg Szabadka városa. Mint azt Nagel János, a Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati frakció vezetője elmondta, 2019 azonos időszakában ugyanekkora volt a bevétel. Ezért szerinte sikerként könyvelhető el az idei megvalósítás. Igaz, hogy százalékban kifejezve kevésnek vagy kicsinek tűnik ez a megvalósítás 52-53%-ban, viszont amikor erről a témáról beszélünk, akkor figyelembe kell venni az objektív körülményeket, amelyekben élünk, gondolok itt a koronavírus járványra, és ugyanakkor össze kell hasonlítani ezeket az adatokat az előző időszakkal is. A képviselőtestület meghozta a szélerőmű park kiépítéséhez szükséges részletes szabályozási tervről szóló rendeletet is. A tervek szerint 113 szélgenerátort telepítenek a város közelében, és mintegy 100 kilométeres mezei úthálózatot építenek ki. Radi se o prostoru od oko 6700 hektara. Snaga vetroelektrane će biti 600 megavata. Kada bude završena, ta vetroelektrana će proizvoditi preko 1000 gigavačasova struje godišnje, što je dovoljno struje za preko 200.000 domaćinstava. A képviselőtestület ülésén rendeletet hoztak zajvédelmi intézkedésekről, a Szabadka város területén működő óvodák hálózatáról és az állathigiéniai kommunális tevékenység ellátásáról is. Napirenden szerepelt néhány közvállalat működési tervének módosítása, valamint iskolaszékek és bizottságok tagjainak felmentése és kinevezése is.